hogy mit is jelent nekem a Nemzeti Összetartozás napja. Június 4-e nagyon sokunk számára az egyik legfontosabb ünnepnek kell, hogy legyen. Kiskoromban nagyon sokáig nem értettem a vajdaságban, hogy miért kell titkolóznom, miért kell szerbül beszélnem, hogyha bemegyek egy közértbe, és miért nem vállalhatom büszkén azt, hogy magyar vagyok. Miért nem járnak nekünk is ugyanolyan jogok, mint bármely más nemzetnek. Aztán ahogy cseperedtem, nagyon-nagyon sok mindent megértettem, illetve próbáltam megérteni, és egyre fontosabb lett számomra az a fajta összetartozás, az a fajta tudat, hogy mi hová is tartozunk, mert mi még mindig egyek vagyunk. Magyarországon nagyon-nagyon fontos, hogy minden egyes határon túli területre maximális figyelmet fordítsunk, hiszen ugyanazt a nyelvet használjuk, ugyanazok az ünnepek fontosak számunkra, és ugyanolyan nemzeti identitástudat van bennünk, mint az anyaországiakban. Gondoljunk a határon túli emberekre, nemzettársainkra, és ünnepeljünk együtt, és gondolkozzunk, emlékezzünk arra, hogy a legnagyobb költőink, íróink milyen városokban, ma már nem magyarországi területhez tartozó városokban születtek, és büszkén vallották, hogy magyar területen jöttek világra.